Több mint 5000 orvos kapott engedélyt az elmúlt 4 évben, hogy nyugdíjas kora ellenére a szakmában maradhasson. Ők azok, akik így mentesültek a kényszernyugdíjazás alól. A szakmai szervezetek szerint viszont hosszú az engedélyeztetési procedúra, és arra kényszeríti a dolgozókat, hogy hagyják el a pályát. A Heti Napló még márciusban rejtett kamerával készítette ezeket a felvételeket egy budapesti kórház sürgősségi osztályán, ahol több órán át várakozó, ellátatlan betegekkel találkoztak. Pedig a szakember hiány nem most van a tetőponton. 2020-ra nagyjából 10 000 egészségügyi szakdolgozó éri el a nyugdíjkorhatárt. Ahhoz viszont, hogy a pályán maradhassanak, külön kérelmet kell benyújtaniuk. Ez egy elég hosszadalmas procedúra. Több formanyomtatványt kell kitölteni. Kizárólag emiatt egyre többen hagyják el az állami egészségügyet, és rosszabb esetben a szakmát is. Erről az egészségügyi szakdolgozói kamara alelnöke beszélt. El fog menni a magánszférába, ahol az egynapos sebészettől kezdve a magánellátó egészségügyi intézményekig mindenki minden további nélkül munkát vállalhat, mindenféle engedélyeztetés nélkül. A Magyar Idők tudta meg, az elmúlt 4 évben több mint 5000 nyugdíjas korú orvos és ápoló kapott mentességet a kényszernyugdíjazás alól. 2013-ban lépett hatályba ugyanis az a kormányhatározat, amely előírta a közalkalmazottaknak, vagy nyugdíjba vonulnak, vagy dolgoznak tovább, ha viszont a munkát választják, nem kaphatnak nyugdíjat. Ez a jogszabály az egészségügyre nézve méltatlan hátrányt okoz, ráadásul ennek a betegek hiszák meg a levőtevét, ezt be sem szabadott volna vezetni. Egyetlen egy dolgot lehet tenni, gyorsan önkritikát gyakorolni és nyomtalanul törölni ezt a törvényt, illetve az egészségnek teljes mentességet adni. Az együtt főorvosként is dolgozó szakpolitikusa szerint nem szabadna elengedni a tapasztalt kollégákat. A ledolgozott 40 év, 45 év nagyon sok embernél jogosítja őket is az államnak, a kormánynak, az országnak, meg kéne hálálni ezeknek az embereknek a szaktudását és az elhivatottságát, és meg kéne engedni, hogy nyugdíj mellett dolgozhassanak, tehát a nyugdíjukat is felvessék. A Fidesz frakció vezetője elmondta, nem változtatnak a jogszabályon, de szerinte a nyugdíjas szövetkezet megoldást jelenthet a problémára. Megalakítják a nyugdíjas ápolónők szervezetét, és rendes vállalkozási szerződésben dolgoznak akár az ellátó helyen. Már nem MTA alatt, hanem szövetkezeti jogviszonyban. És egyébként nekik is kevesebb az adó, megtartják a nyugdíjukat. Kósa Lajos szerint ez az új foglalkoztatási forma rugalmasabb munkavállalást tesz lehetővé a nyugdíj után dolgozni akaróknak.